több napon keresztül készülünk minden egyes egységünket érintve, ugye a szerelmi egyében szerveződtek a programok. Több napon át tart idén a Valentin napgyulán. Az Erkel Ferenc Kulturális Központ szervezésében már 14-én csütörtökön megkezdődnek a programok, és egészen 16-áig szombatig zajlanak, ráadásul öt különböző kiállító helyen. Illikné Kukla Ildikó kulturális szervező elmondta, a kisebb helyeken nem lesz minden nap új esemény, de az Erkelházban például csütörtökön és szombaton is tartanak zenés előadást Erkel Ferenc jeles kortársainak, Liszt Ferencnek és Frederik Chopinnek a szerelmi életéről. A Kohán képtárban szombaton a József Dezső alkotó körrel lehet majd eltölteni egy kreatív délutánt, a Ladics házba pedig szintén szombaton lesz érdemes ellátogatni. Ugye a Ladics házban egy érdekesség lesz, ami újszerű lesz a vendégek számára. Ugye itt a kollégánk egy rendkívüli tárlatot fog tartani, ami inkább a házas pároknak a kompromisszum készségével kapcsolatosan fog a, az lesz a címe, hogy kimenni és engedélyezve. Úgyhogy erre várjuk a vendégeket. A kastélyban és a várban lesznek olyan előadások is, melyekre csak a felnőtteket várják. A Gyulai Várban ugye az erényővel kapcsolatos információkat tudjuk meg, itt pedig, a, ahol most jelen pillanatban állunk, a grófi hálóban pedig pirulni szabad címmel ilyen főúri hálószobatitkokat fogunk megtudni a történész kollégánk segítségével. Földszinten is folytatódik a program, itt a kastélyban ilyen be lehet öltözni korhű ruhába, akár valaki szeretne egy kicsit az esküvői hangulatot is meg lehet teremteni egy fotózás keretében. Alkotóház lesz. Kedveskedünk a vendégeknek a kávézóba, és egy picit, most nem árulom, hogy mivel, tehát oda, el kell jönni oda is. A várban az erényövről szóló előadás mellett solymász bemutató, lúttollal írható szerelmes levél és emlékkönyv készítés várja az érdeklődőket.